Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, ahogy azt már a híradó után egy kis kedv csinálóként, hogy kik jönnek ma és milyen témában, nos akkor azokban a percekben elmondtam Önöknek, tényleg kíváncsi lennék arra, hogy Önök, akik politikát, híreket, közéleti témákat figyelő emberek, most éppen nézik az Egyenes beszédet, tudják-e, hogy Simon Gábor, az MSZP volt elnök helyettese, miért is van előzetes letartóztatásban? Mert hogy amit tudunk, azt mi a magyar nemzetből tudjuk, mindannyian. Néha csodálkozunk is, hogy ilyen információk hogy és honnan kerülhettek ki, akár banktitkok, akár gyanúsítotti vallomás, akár a legutóbbi történet, az úgynevezett fogda ügynöknek a története, ha van ilyen, ha igaz, ha nem igaz, akkor is, hogy ez ügyben az ügyészség nyomozást indított, vagy vizsgálatot indított egész pontosan. Szóval, hogy sok mindent tudunk, de igazából nem tudjuk, hogy mi a valóság. Hát most megpróbálok egy csomó mindent megtudni és megkérdezni Simon Gábor védőjétől, Nagy Istvántól. Jó estét kívánok! Üdvözlöm. Jó estét kívánok, ez a csokon. És akkor kezdjük ezzel. Miért helyezték előzetes letartóztatásba Simon Gábort? Mi miatt? Azt tudom, hogy mi szokott lenni, összebeszélés, szökés, bizonyítékok eltüntetése és így tovább, de mi maga az alapügy? Érdekes a kérdés egyébként, és érdemes történetiségében végignézni az ügyet. Tehát Simon Gábort először a központi nyomozó ügyészség emlékeim szerint február 18-án hallgatta meg gyanúsítottként. Meggyanúsították két emberi adócsalással, két emberi magánakirat hamisítás vétségével. Simon úr ártatlannak vallotta magát, és jelezte, hogy később érdemben kíván védekezni. Ennyi történt aznap az ügyészségen, és egyébként szabadlábon távozhatott védőivel együtt az épületből. Ugyanakkor folytatólagosan meghallgatták március 10-én, akkor már egy motozással indult a kihallgatás, ami elég érdekes, az én praxisomban még ilyen nem volt. Majd, tehát, hogy gyanúsítottat azonnal meg is motozzák? Igen. Tehát bementünk egy épületbe teljesen szabadon, utána motozással indult a... Jelzem a nyomozóhatóságnak, tehát a központi nyomozóügyészségnek erre volt jogköre, tehát megtehették, ez nem probléma, de azért akkor is szokatlan. És ezt követően a gyanúsítást módosították, átértek az új BTK-ra, tehát költségvetési csalás lett, különösen a nagy értékre elkövető egyrendbeli. Három magánokirat, hamis magánokirat felhasználása, három rendbeli. Várjon, jegyzetek. Igen. Költségvetési csalás, egyrendbeli? Igen. Egybekezdésbe ütköző, négybekezdés szerint minősülő, 2-8 évig. Igen. Igen. És akkor a mi hamis okirat? Átértek az új BTK-ra, és ez hamis magánokirat felhasználása, három rendbeli. Ez ugye azzal függ össze, hogy mint országgyűlési képviselőnek nyilatkozatételi kötelezettsége volt a mentelmi bizottság felé, évente, stb. És ezekben a nyilatkozatokban nem tüntette fel azt, hogy neki ausztriai bankszámlán ilyen-olyan pénzei lennének. De ez még mind nem érdekes annyira. Tehát ez a hamis magánokirat, három rendbeli igen, hamis felhasználása. Ez a felhasználása, ez a vagyon nyilatkozat. Így van. Egyébként azt megelőzően, amit sorolt, vagy elmondott most nekünk, a kétrendbeli adócsalás, meg a kétrendbeli magánokirat hamisítás, itt is a kétrendbeli magánokirat hamisítás az a vagyonnyilatkozat lett volna? Így van, így van. Uh-huh. Igen, és akkor mi volt utána? De nem ez volt a legérdekesebb ebben, hanem, és ugye az volt az alapkérdés, hogy Simon Gábor úr miért van előzetes letartóztatásban, történt még egy gyanúsítás, és ez pedig egy közokirat hamisítás elkövetése felbújtóként, ez azért meglepett erősen mindenkit, és valójában a motozás azt a célt szolgálta, hogy egy hamis útlevelet felleljenek ott, és akkor Simon Gábornál. Természetesen nem leltek fel ilyet, Simon Gábor úr ismételten már az új gyanúsítások függvényében is megerősítette azon álláspontját, hogy ártatlannak valljon magát, tehát nem követel ezeket a bűncselekményeket, és ezt követően őrizetbe vették. Március 12-én... És miért? Március 12-én az ügyészség indítványt tett az előzetes fogvatartásra, és tulajdonképpen akkor derültek ki, vagy tártak elénk olyan tényeket, amelyeket végül is a PKKB elé is tárt az ügyészség. Két ilyen vastag kötet melléklet állt rendelkezésre, és abban
ebben a körben, tehát a közokirat hamisítás vonatkozásában bizonyos tényeket próbáltak rögzíteni. Ezekben az állt, hogy a három személy tett vallomást, egy tanú és két gyanúsított, többek között Versz Tamás úr. Két gyanúsított van az ügyben? Hát mivel ideegyesítették az ügyet, ezért három az én tudomásom szerint, de lehet, hogy azóta már több. Versz Tamás már nem él, Simon Gábor a másik gyanúsított, és ki a harmadik gyanúsított? Van egy harmadik. Hát én ezt nem mondanám meg a nevét, van egy harmadik személy, aki Versz Tamással állt kapcsolatban. Tehát nem Simon Gáborral, hanem Versz Tamással, vagy Simon Gáborral is? Nem, csak Versz Tamással. És ott olyan vallomások fekszenek el, mely szerint a Magnet Bankban Versz Tamás a Simon Gábor úr által már korábban megnyitott hamis útlevéllel megnyitott számlára pénzeket helyezett el. Ez a harmadik gyanúsított? Val együtt. Ki helyezett el? Valójában a harmadik személy a befizető. A harmadik személy a befizető. Akkor az, amit olvashattunk, tehát az ügyészség, a nyolc ügyészség gyanúja szerint Simon Gábor felbújtóként csináltatott Versz Tamással egy visszaugínai útlevelet. Ennek birtokában nyitott egy bankszámlát, amire nem Simon Gábor, nem is Versz Tamás, hanem egy harmadik személy befizetett a Magyar Nemzet információi szerint 75 millió forintot. Ezzel gyanúsítják Simon Gábort? Azzal gyanúsítják, hogy megszerzett egy hamis útlevelet, amit egyébként nem találnak, és ami egyébként hamis. Én azt értem, hogy mi az, hogy megszerzett, csináltatott, ha felbújtó, akkor nyilván csináltatta, nem? Azért felbújtó, mert ugye az a teória, hogy felbújtotta Versz Tamást arra, hogy ezt a hamis útlevelet használja fel. Ez egy B-pontos közokirat hamisítás, tehát itt fel kell használni valahol ezt a hamis útlevelet ahhoz, hogy ezt a bűncselekményt megvalósítsa. Nem arra használta fel Versz Tamást, hogy Versz Tamás csináljon, vagy csináltasson neki egy afrikai útlevelet? Nem, tehát hamis útlevelet csinált volna, és azt a fiókban tartotta volna, ezzel ezt a bűncselekményt nem lehet elkövetni. Tehát ő valonnan szerzett egy hamis útlevelet, azt véli az azt ügyesség. A fordulatot használja az ügyészi indítvány, és később ezt a fordulatot vette át a PKKB végzése is, miszerint Simon Gábor korábban megszerzett egy hamis visszaugínai útlevelet. Uh-huh. De azt is mondják, hogy Versz Tamástól szerezte meg ezt a hamis útlevelet? Nem, ezt nem mondják. Versz Tamás ebben az ügyben az ön által ismert tények és iratok alapján ugye gyanúsított volt. És őt azzal gyanúsították ebben az ügyben, hogy ő volt az a személy, aki gyakorlatilag végrehajtotta még egy másik társával ezt a számlanyitást. Aki felhasználta ezt az útlevelet. Tehát a számlanyitást ők hajtották végre, vagy ő hajtotta végre, Versz Tamás? Igen. De ő ezt a bűncselekményt azzal követheti el, hogyha ezt a hamis útlevelet felhasználja. Tehát ugye a teória az, hogy a Simon Gábor őt felbújtotta arra, hogy a Magnet Bankba ezt a hamis útlevelet használja fel, és nyisson egy számlát. De aki, itt most mi a bűncselekmény? A hamis útlevél megszerzése? A felhasználása? Igen. Hát akkor, aki felhasználja, tehát hogyha az a bűncselekmény... Az a tettes, aki felhasznál. És aki erre felbújtja, az a részes, tehát az a felbújtó. Ezt azért kérdezem most a harmadszorra, hogy hangozzék el, hogy akkor hogy van az, hogy a gyanú szerint, tehát amivel gyanúsították Versz Tamást, amivel gyanúsítják Simon Gábort, Simon Gábor felbújtotta Versz Tamást, hogy nyisson egy számlát, egy hamis útlevéllel, ami Simon Gábornak volt, tehát maga a tettes Versz Tamás volt ez szerint, és a tettes nem került előzetesbe? A tettes nem került előzetesbe, a tettes azóta meghalt. Akkor még egyszer kérdezem, Simon Gábor miért került előzetesbe? Vegyünk egy másik irányt. Tehát mit mondott ebben az elénk tárt vallomásban Versz Tamás? Mit mondott? Azt mondta, hogy ő nem látott soha ilyen hamis visszaugínai útlevelet, hanem Simon Gábor már korábban bent járt a Magnet Bankban, neki kellett ezt a hamis számlát megnyitnia, ez a számla már nyitott volt,
és ő pedig csak abban közreműködött, hogy ezt a pénzt elhelyezzék ezen a számlán. Tehát Vesz Tamás azt mondta, hogy Simon Gábor nyitotta ezt a számlát. Igen. Egy hamis útlevélre. Igen. És ez igaz? Álláspontom szerint nem igaz, és semmi nem igazolja. Egyrészt van egy álláspont, tehát az én ügyfelem szerint ez nem igaz, tehát e körben nyilatkozott, és én azért mindig ebben a körben maradnék. Másrészt nyilvánvalóan ez egy olyan kiemelt ügy, ahol a nyomozószerveknek is végig kellett menni minden részleten. Tehát nyilván nyilatkoztatták a banki alkalmazottakat, végignézhették a biztonsági felvételeket. Egyértelműen vissza kell köszönni annak, hogy Simon Gábor soha nem járt a Magnet Bankban. A gyanú szerint Simon Gábor mikor nyitotta ezt a számlát? Hogyha Vesz Tamás azt mondja, hogy ő nyitotta, mármint hogy Simon Gábor nyitotta. Korábban. Az mikor? Tehát az elmúlt év őszén? Nem. Hát pár nappal korábban, hogy ő bement a bankba. Ebben az évben? Ebben az évben. A gyanúsítása után már? Igen. Tehát ez azért fontos, mert erről már szó volt, vagy olvashattuk, hogy ezt a számlát valaki valamilyen körülmények között azért nyitotta, hogy tisztára mossa Simon Gábor más számlán elhelyezett pénzeit. Ez is a gyanú része? Én nem mennék tovább az útlevél problematikám. Ugyanis van egy nagyon komoly ellentmondás ebben a történetben, aminek ki kell buknia itt és most, vagy már korábban ki kellett volna buknia. Ugye a Simon Gábor azt mondja, hogy nem voltam bent a Magnet Bankban, és ehhez képest nincs hamis visszaugrínei útlevelem. Ez egy két állítás. Ehhez képest nyilvánvalóan bármit mond a Vesz Tamás, azt más eszközökkel lehet igazolni, hogy valóban nem járt ott a Simon Gábor. Egyébként ezekben az anyagokban, ezekben a dokumentumokban nem szerepelt arra utaló adat, bizonyíték, hogy a Simon Gábor járt volna bent a Magnet Bankban. Jó, de állítólag Simon Gábor lakásán volt a Magnet Bank ügyintézője, és ott lehetett valahogy valamilyen körülmények között ezt a számlát. Állítólag igen, de Simon Gábor úr ebben a körben nem nyilatkozott. Nem nyilatkozott, vagy azt mondja, hogy ez nem igaz? Én Simon Gábor. Én azt mondhatom, hogy a Simon Gábor úr ebben a körben még nem nyilatkozott. Ő azt mondta, hogy útlevele nincs, Magnet Bankban nem járt. Ehhez képest Vesz Tamás azt mondja, hogy valaki, tehát Simon Gábor úr megnyitotta, de útlevelet ő sem látott. Tehát van egy állítólag megszerzett útlevelünk, amit nem talál senki sehol, de ami egyébként hamis. Na most ezek érdekes állítások így csokorba fűzve. Mert például Simon Gábornak tegyük fel, tehát erre nincs nyilatkozat, de tegyük fel, lehetne egy ilyen útlevele, amit az arra jogosult visszaginai hatóságok szabályosan kiállítottak. Ez mitől lenne hamis ez az útlevél? Tehát rendelt már ki bárki okmány szakértőt arra nézve, hogy egy megszerzett, de fel nem lelhető egyébként hamis útlevelet megvizsgáljon. És Simon Gábor valójában ezért van előzetes letartóztatásban. Ezért az útlevélért. Az útlevélért? Igen, a Pesti Központi Kerületi Bíróság végzése, és az azt helyben hagyó fővárosi törvényszéknek a végzése is külön kiemeli azt, hogy ez az útlevél önmagában alátámasztja a szökés elrejtőzés veszélyét, és ehhez képest még a D-pontot is, tehát Simon Gábor büntetőeljárás hatály alatt egy újabb bűncselekményt követett el felbújtóként ezt a közokirathamisítást, és valójában hangsúlyos az előzetes letartóztatásánál. És egyébként nem kell jogásznak lenni ahhoz, hogy valaki átlássa azokat az összefüggéseket, hogyha mondjuk február 18-án adócsalással meggyanúsítják, mert ez a legnagyobb tétel ebben a történetben, és szabadon távozhat, és másodszor, amikor a közokirat hamisítással meggyanúsítják, és ott már szabadon nem támozhat, akkor valójában az útlevél a központi eleme annak, hogy ő előzetes letartóztatásban ül. Amire ő azt mondja, hogy neki soha nem volt. Azt mondja, hogy hamis útlevele nem volt, vagy visszaugínai útlevele nem volt? Sem visszaugínai útlevele, sem hamis útlevele nem volt. Egyetlen útlevele van, a magyar útlevele, amit egyébként senki nem vont be. Mit mond a pénzről Simon Gábor? Azt olvashattuk, hogy ő állítólag annyit mondott, hogy ezt a pénzt ő kezelte. Tehát nem az ő pénze, azért nem írta bele a vagyonnyilatkozatába, mert hogy ez nem az ő pénze, ő ezt kezelte. Ez igaz? Önnek is ezt mondta? Ez nem egy pontos információ. Tehát amikor Simon Gáborot meggyanúsították február 18-án, ugye az adócsalással, akkor ugye két nyilatkozatot tett. Egyrészt, hát több nyilatkozatot tett, de a lényegi nyilatkozatai következőek. Ő adócsalást nem követett el, és egyébként
végzett olyan vagyonkezelői tevékenységet külföldön, ami nem tartozik a magyar jog hatája alá, és ebben a körben később kíván nyilatkozni. Pont. Ez az ő pénze? Tessék? Ez az ő pénze, Simon Gábor pénze? Erre nézve nem nyilatkozott. Mi az, hogy vagyonkezelői tevékenységet végez valaki külföldön? Tehát hogyha ezt lefordítom, vagyonkezelő vagyok, és külföldön vagyok vagyonkezelő, és egyébként országgyűlési képviselő vagyok, ha ez a vagyon az én vagyonom, akkor kötelességem ezt egy vagyonnyilatkozatban feltüntetni. Nem tette, azt mondja, hogy mert ezt nem kellett. Tehát akkor nem az ő vagyona, csak akkor nem kell, ha ez nem az ő vagyona. Én ezt az álláspontot ügyvédként nem osztom. Másrészt azért nem terjeszkednék túl a Simon Gábor nyilatkozatain. Ő ezt nyilatkozta, és azt mondta, hogy a nyomozás későbbi szakaszában nyilván a részletes vallomást kíván tenni. Önnek sem mondta meg, hogy ez kinek a pénze, az ő pénze, vagy más pénze? Nekem sem mondta meg. De ez engem különösen nem izgat, ez a feladatom. Értem. Az a feladatom, hogy védjem, és tanácsoljam, hogy támogassam a Simon Gáborra. Mi van a többi bankszámlával, az igaz, a Salzburg és a Zürich bankszámla, amit most legutóbb olvashattunk szintén a Magyar Nemzetben? Arról csak annyit tudok mondani, hogy ezekkel a bankszámlákkal, vagy ilyen típusú gyanúsítással mindez ideig még nem találkoztam. Tehát ezzel nem lett meggyanúsítva. A legfrissebb ez a bizonyos fogdaügynök. Simon Gábor mellett ül fogdaügynök? Aki most már nyilván nem fogdaügynök, ha volt, mert akkor a Magyar Nemzet leleplezte, hogy volt egy ilyen, vagy van egy ilyen? Hát ügynökök egyrészt lehetnek BV intézetek keretei között. De hát ugye én is olvastam a híradásokat, de hát azért szóval két dolgot szeretnék rögzíteni, mert tegnap beszéltem a BV-ben Simon úrral. Egyrészt Simon Gábor úr szerintem nem gyerek, tehát pontosan képes felismerni az érdekeit, és pontosan tudja, hogy milyen körülmények közé került. Ezek elég sanyarú körülmények, de szerintem elég jól bírja őket. Másrészt az ügyekről soha senki nem szokott beszélni a fogdában. Az nem igaz, hogy ő megtört volna? Nem igaz. Nem milyen igaz. Állapotban van Simon Gábor? Álláspontom szerint egyre jobb állapotban van. Tehát tényszerűen megviselt a média az előzetes fogvatartás körüli összes problematika, de szerintem egyre jobban van, egyre jobban bírja, és azt gondolom, hogy bízik abban, hogy ebből a történetből ki lehet jönni. Tehát akkor az nem igaz, hogy ő megtört volna. Hányan vannak ebben a cellában? Én úgy tudom, hogy öten. Hát akkor akár de lehet, hogy tévedek egyet, akkor lehet. Tehát én nem jártam bent, tehát én csak akkor az ügyvédén beszélek. Akkor lehet fogdaügynök, tehát mondjuk a négy közül lehet valaki. Ugye azt az előbbi gondolatsort azt nem fejeztem igen, be. Igen. Tehát egyrészt azért Simon úr egy komoly ember, tehát, és a kevésbé komoly emberek sem szoktak BV körülmények között az ügyeikről beszélni. Ez az első, ő sem beszél. Kettő, a BV azért egy olyan intézmény, ahova csak úgy újságíró és a többi nem tud bemenni. Tehát az ugye kizárt, hogy ott fogdaügynök lenne, akinek valamit mondtak volna, súgtak volna, és olyan bizalmas információkat árultak volna el neki, amit még mondjuk a jogi képviselője vagy a védője sem tud. Ez ja, egy mert kocsa. Ön ez arra egy gondolt, hogy egy újságíró valahogy bejutott a BV-be, és úgy tudta meg, hogy fogdaügynök van? Ez egyik feltételezés, igen. Hát szerintem rossz ez a feltételezés. Keresen egy B-variációt, kedves ügyvéd úr. Szóval, igen. Hogy ez nem hinném, hogy ez így tényleg életszerű variáció lenne. A de másik most... viszont annál sokkal rosszabb. Mit szól ahhoz, hogy például banktitkok, tehát a 240-50 millió forint körüli ausztriai bankszámla, onnan kezdődött, indult az ügy, ott pontos összegek jelentek meg? Mert akkor azok ugye banktitoknak minősülnek. Simon Gábor gyanúsítotti vallomásából olvashattunk részleteket, hogy ezek igazak, avagy sem, én nem tudom. A fogdaügynökről olvashattunk részleteket, hogy volt-e fogdaügynök, vagy nem, azt sem tudjuk. Mindenesetre a nyomozóhatóság vizsgálatot indított. Mit szól ahhoz, hogy ennyi mindenről olvashattunk már a Magyar Nemzetben, és ön azért egy részéről az információknak pontosan tudja, hogy ott van a gyanúsítotti iratok között, avagy sem. Jó, hát ezek az információk nem köszönnek egybe. Tehát más mutatnak azok a tények, amit mondjuk a védő az ügy jelen szakaszában megismerhet, vagy akár a gyanúsított, és más van a médiában, mondjuk pont a Magyar Nemzetben. Egyébként ez egy érdekes ügy, mert hogy mi lesz a nyomozóhatóság következő lépése, az gyakorlatilag a médiából kiolvasható. De hát ez tőlem nem szivároghat ki, Simon Gábor úrtól sem szivároghat ki, nyilvánvalóan más szivárogtatja ki ezeket. Hát ezt az ügyet életben kell tartani, ennek van politikai jelentősége, és a többi, és a többi. Hát ezt mind a ketten tudjuk.
Önnek beszélt Simon Gábor, vagy a hatóságnak beszélt Mesterházy Attiláról és Gyurcsány Ferencről? Dehogy beszélt, és mondjam. Tehát még kevesebbről sem beszélt. Vász Tamásról egyáltalán ismerte Vász Tamást? Erre nem nyilatkozom. A papírokban van még bármi, ami Vász Tamás eddigi szerepére utal? Azon túl, hogy ő lehetett az ember, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő nyitotta meg a számlát, amire Vász Tamás ezek szerint azt mondta, hogy nem kellett megnyitni, mert már meg volt nyitva. Ezen túl? Az eddig megismert és az ügyészség által a bíróság elé és elém tárt bizonyítékok alapján én nem találtam ilyen dokumentumokat. Tehát Vász Tamás szerepe az eddigi iratokban ennyi, amennyit elmondott? Én ennyit tudok róla. Nyilván a nyomozóhatóság többet, sokkal többet tudhat róla. Én ennyit tudok róla. Annyit tudok róla, amit elintártak. Az ügy szempontjából fontos lett volna, hogy Vász Tamás még további információkat mondjon, akár a védelem szempontjából? Én azt gondolom, fontos lett volna egy szembesítés Vász Tamás úrral, és fontos lett volna bizonyos kérdéseket tisztázni. Ez egyébként hozzájárulhatott volna ahhoz is, hogy Simon Gábor előzetes fogvatartása előbb befejeződjön. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és elmondta mindezt. Én is köszönöm szépen.